A meccsek rally után Ózdon is a Hadik Kertész kettős bizonyult a leggyorsabbnak, így sorozatban második győzelmük az évvégi abszolút második helyet jelentette számukra. Ifjú Tóth János ismét kiesett, Kazár Miklóst pedig egy furcsa eset miatt kizárták. Spitzmüller második lett, Vince pedig dobogóra állhatott, így foglalható össze a hazai bajnokság utolsó futamának krónikája Dióhéjban. Sajnos egy murvás részen elúszott az autó, ez egy jobbosban volt, azt még megbírtam fogni, de onnan átcsapott a másik oldalra, és sajnos megakadt az árokba, és kb. Egy ilyen öttel átfordult az autó, és nem bírtunk már tovább menni. Első nap úgy indultunk neki ennek a versenynek, hogy szerettünk volna egy jó ritmust felvenni, és az úgy gondolom, hogy sikerült is. Ebből tudtunk volna még gyorsulni is, adott esetben, ha kellett volna, de nem volt rá szükség. Úgyhogy egy lendületes versenyzéssel zártuk az első napot, ma pedig, mivel a Mikit kizárták, igazából nem nagyon kellett már sietnünk. Úgy gondolom, hogy jól tudtunk menni, ma az összes gyorságit megnyertük, meg talán a versenyen talán két gyorságit nem nyertünk, úgyhogy minden rendben van. Iszonyatosan nehéz versenyünk volt, hisz az első méterektől csőgázon mentünk. Mindenképpen nekünk az volt a célunk, hogy a bajnokságba elfoglalt helyünket picit meg tudjuk erősíteni, sőt, ha lehet, akkor próbáljunk meg előrébb menni. A végjáték nagyon jól sikerült, bár a végére lett egy technikai problémánk, de nem befolyásolta, hál' Istennek, a verseny kimenetelét. Másodikok lettünk itt a futamon. Sikerült power stage pontot is szerezzünk, és így a bajnokságban negyedikek tudtunk lenni, és ez egy óriási eredmény ezzel a technikával. Úgy gondolom, hogy összességében azért jól sikerült a verseny. Az első nap azért elég döcögős volt, rengeteg problémánk volt, három törött felni, egyszer ránk rajtoltottak a körgyorson úgy, hogy majdnem összeütköztünk. A mai nap az igazából kalandmentes volt. Kitűztük ezt tervnek, hogy a harmadik helyet meg kéne tartani, ha addig Bandi nem hibázik, akkor gondoltuk, hogy őt nem tudjuk megelőzni. Így a bajnokságban is összetettben a harmadikok lettünk, aminek azért nagyon örülünk. Reméljük jövőre majd még följebb tudunk lépni.